Sziasztok! Ebben a részben bemutatjuk nektek a Ubiquiti Airfiber 5X-nek a teljesítménytesztjét. Akkor lássuk, milyen a dobozban. A dobozban megtalálható az 5X-es Airfiber, amin két darab RPSMI csatlakozó van az antenna kimenetnek, egy darab SMA a GPS-nek, valamint található rajta két darab RJ45-ös gigabites Ethernet port is. Továbbá a csomag tartozéka a 24 voltos 1 amperes tápegység, a tápkábel, a GPS antenna, illetve a rögzítéshez szükséges egyéb alkatrészek. A méréseinket egy majdnem 12 kilométeres erőszavartatású helyszínen fogjuk végrehajtani, amit a Datatrans Kft. Biztosított számunkra. Ha kíváncsiak vagytok a szakaszra és a mérési eljárásra, akkor nézzétek meg a teszt ismertető videót. Akkor nézzük meg az Airfiber 5X-nek a teljesítményét 50 MHz-en labor körülmények között. Az Exo segítségével 68-as csomagmérettel 250x251 megabit per szekundumot, 512-es csomagmérettel 218x212 megabit per szekundumot, míg 1500-es csomagmérettel 225x225 megabit per szekundumot sikerült elérnünk. MikroTik speedtesttel 1,6 millisekundumos ping időnk volt, a TCP downloadunk 220, míg az uploadunk 218 megabit per szekundum, az UDP downloadunk 228, az uploadunk pedig 225 megabit per szekundum volt. Akkor nézzük meg az eszközt, hogyan viselkedik zajos környezetben. Az Airfiber 5X-el mínusz 50-es RSS-ig sikerült elérnünk. Mivel az eszköz nem rendelkezik beépített bandwidth teszttel, ezért először az Exo értékeit fogjuk ismertetni. Akkor lássuk az eredményeket 40 MHz-en. Az Exo segítségével 68-as csomagmérettel 100x100 megabit per szekundumot sikerült mérnünk, de az eszközök gigabiten linkeltek. 512-es csomagmérettel 87x81 megabit per szekundumot, 1500-es csomagmérettel pedig 87x87 megabit per szekundumot kaptunk. MikroTik speedtest segítségével 1,6 millisekundumos ping időt mértünk, a TCP downloadunk 87, míg az uploadunk 85 megabit per szekundum lett, az UDP downloadunk 90, uploadunk pedig 88 megabit per szekundum lett. Mivel az eszköz csak maximum 50 MHz-es csatorna szélességre képes, akkor lássuk az eredményeket 50 MHz-en. Exo-val 68-as csomagmérettel 125x118 megabit per szekundumot, 512-es csomagmérettel 106x106 megabit per szekundumot, és 1500-ös csomagmérettel pedig 112x112 megabit per szekundumot sikerült elérnünk. A MikroTik speedtest segítségével 1,6 millisekundumos ping időt kaptunk, a TCP downloadunk 108 megabit per szekundum, míg az uploadunk 104 megabit per szekundum volt. Az UDP downloadunk 112, míg az uploadunk 108 megabit per szekundum lett. Ez volt a Ubiquiti Airfiber 5X-nek a teljesítménytesztje. Bármilyen kérdésetek van, tudjátok, írjátok meg kommentben. Illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, és nyomjátok meg a kis csengőt is. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!